Érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Hát beszéljünk egy kicsit a blockchain technológiáról, meg a kriptovalutákról, Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével. Szervusz, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Érdekes kísérlet az, hogyha beütjük a nevedet és a kriptovaluta kifejezéseket a népszerű kereső oldalba, az első talált, amit kidob, a kriptovaluta az emberiség jövője. Ennyi. Van egy ilyen előadásod ugyanis, jó hosszú, másfél órás, nekünk ezt azért bele kéne szuszakolni most lényegesen rövidebb időbe. Kezdjük akkor bemelegítésként azért, hogy miért gondolod ezt? Ez elég markáns vélemény, hogy az emberiség jövője. Hát annyi minden lehet az emberiség jövője, a Mars terraformálásától a mesterséges intelligencia térhódításáig. Miért pont a kriptovaluta esetében foglalsz ilyen markánsan állást? Jó kérdés, ez egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt egyébként egy podcaston, és a címet nem én adtam, de abszolút egyetértek vele, így van. Miért ne férhetne meg ez egymás mellett? Tehát terraformáljuk a Marsot, de nem mindegy, hogy ott mivel fizetünk. Tehát egy ezek egymás mellett élő technológia. Amiért én a blockchain szeretem, és a blockchain ugye nagyon sok mindennek az alapja, és például a kriptovalutáknak is, az, hogy egy olyan rendszer formálódik, vagy egy olyan technológia jött létre, ami bizalmi viszonyt tud az online térben kialakítani. Elvileg lehetséges az, hogy én teljesen hitelesen tudom bizonyítani, amit csinálok, és közvetlenül azzal, akivel csinálom, őnek is ez biztonságos. Magyarul ez annyit jelent, hogy kihagyhatjuk a közvetítőket, mondok egy példát, eladok egy lakást, nem kell ügyvéd. Egy biztosítást intézek, nem kell biztosító, vagy... Vigyázz, Árpi, ingoványos talaj, megtalálnak téged a Corvinuson a dühös ügyvédek és biztosítási szakemberek. Egy jogi kutatócsoportban dolgozom, és imádom őket, ez az egyik, amivel... Hát, amik után már a szendvicsemet átnézem üvegszilánkok után, okay. De mindig megnyugszanak, mert azt mondják, hogy semmi probléma, majd mi fogjuk uralni a blockchain technológiát, és majd mégiscsak mi fogunk azon keresni. Hát pont azért mennek ezek a figyelmeztetések, hogy ha nem figyel oda például a jogi szakma, akkor kimaradhat nagyon sok mindenből. Nyilván majd összekapják magukat, csak mondják, hogy de hát nekünk tökre tetszik a pénz és a hatalom, úgyhogy majd megoldják. Itt ez azért érdekes inkább, ugye sokszor beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon sok interakcióra van szükség nagyon sok idegen ember között. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnik a pénz, vagy hogy mindenhol ezek fognak működni, de nagyon sok helyzetben fontos, mert pont a bizalom az online térben az ugye csökken folyamatosan a deepfake miatt, meg a sok minden miatt. Ez a technológia visszahozhatja. Visszahozhatja azt, hogy az ilyen szívességbankok, amikor segítünk egymásnak, autót kölcsönzünk, én tanítalak, te füvet nyírsz, ezek tényleg működjenek. És ilyen szempontból forradalmi, mert ha elkezdünk játszani azzal, hogy tényleg mi van akkor, ha tudom bizonyítani, amit csinálok úgy, hogy a másik is, ez így tök jó. A kockázata az egésznek az, hogy ez egy technológia, egy irányú technológia is, most mondjuk egy példát, hogyha a kvantum számítógépek ezt fel tudják törni, vagy meg tudják változtatni, akkor az egész alapjaiban szét tud esni. Hát ettől azért, hogy is mondjam, jó, oké, de mondhatja azt a másik oldal, hogy de hát kérem, országok is tudnak csődöt mondani, lásd Argentína, lásd volt Magyarországon többször hiperinfláció, amikor hiába vállalta volna a váltókéra kezességet a jegybank, hát ezt nem lehetett tartani. Úgyhogy lényegében bármi össze tud esni, ami egy ember által létrehozott művi dolog. Abszolút igazad van. Itt annyi a különbség, hogy ott nem a pénz iránt való bizalom omlott össze, hanem az ország iránt való bizalom, tehát hogy nekik nem volt elég pénzük, de pont azért omlottak be, mert hogy nem volt pénzük, de maga a rendszer iránt meg volt a bizalom. Itt minél inkább azt mondjuk, tehát a blockchain technológiának a for része, a front része, tehát amit látunk jelenleg, csak a kriptovaluta. Később sem fogjuk látni, csak az, hogy még több minden kényelmes. Besétálok az orvoshoz, kisétálok, és nem is fizetek semmit mondjuk, mert más módon már fizettem az adataimmal, vagy nem tudom, két évvel ezelőtt befizettem valamit, és ez így elkezd működni. Hát nagyon jó, ha működik, viszont nagyon nagy bizalmat kell belé helyeznünk. Tehát az összehasonlítás inkább az, hogy azt mondjuk, hogy ja, a pénz az többé nem működik, mint olyan, vagy sem. Érted a különbséget? Ez a blockchain iránt való. De
ez tényleg nagyon jó technológia, én most társadalmi projektekben szeretem fejleszteni, és sok mindent változtatni, de a kezdeti állítás, hogy a jövőnek a része, és nem nagyon tud ennélkül együttműködni az emberiség, az biztos. De egyelőre ezt most még fejlesztjük. Az mennyire lehet kerékkötője ennek az egész fejlődésnek, hogy a kriptovaluták, meg maga a blockchain technológiának a megítélése, ez még meglehetősen vegyes. Nem menjünk nagyon messzire, a Magyar Nemzeti Bank például egyáltalán nincs nagyon megelégedve ezzel a jelenséggel, és időről időre kiad bizonyos figyelmeztetéseket, hogy óvatosan a kriptovalutákkal, meg óvatosan a blokklánc technológiával, mert hogy itt nincsen garancia, itt nincsen befektetővédelem, ez egy nagyon volatilis termék, ez egy szabályozatlan piac, itt vannak bűnözők, stb. Stb. Márpedig, hát ha azt szokták mondani, hogy ez a világ egész pénzügyi rendszere bizalmon alapszik, hiszen nincsen annyi pénz, hogyha mindenki azt mondaná, hogy na én akkor most az összes pénzemet kiveszem a bankból, cégektől, a magánemberekig, akkor nincs is ennyi pénz. Tehát egy bizalom van, hogy az a pénz, az a számla pénz, az valóban létezik. Most ha így indul egy technológia, hogy már komoly vita és komoly bizalmatlanság van vele szemben, az nem nagyon segít rajta. Nem nagyon segít, de pont ez jön most a következő évben, hogy elkezd bizonyítani. Most, tehát nagyon jól teszi az MNB egyébként, hogy figyelmeztet, mert valóban, ami most zajlik a kriptovalutákkal, az igazából egy kicsit ilyen vallási és szerencsejáték funkció, mert van kb. 100 kriptovaluta, amik nem bizonyítottak, még megvan a technológia, és akkor ha hiszünk benne, akkor sokat ér, ha nem hiszünk benne, keveset ér. És itt teljesen változik az egész, és joggal figyelmeztetik az embereket, hogy ez ennek nincs mögötte valami. De amikor elkezd bizonyítani mondjuk, például most bármelyik bank ezen túl csinált saját pénzt. Mondjuk a Ló Béla bank létrehozza a saját pénzét. Tehát egy komoly lépés, amit nyilván az MNB azt mondja, hogy jó, de ez most milyen pénz, milyennek a fedezete. Miért jó, hogy van ilyen pénz? De hogyha ilyen pénzbe ad mondjuk nekem a bank hitelt, akkor jól le tud majd kötni, és mondjuk kedvezményt kapok, ez a pénz nekem kicsit többet ér, vagy időtálló. Tehát hirtelen nagyon kinyílnak a lehetőségek, ami azt jelenti, hogy a dollár mellett létrejön a bollár, és igazuk van, hogy ezt figyelni kell, hogy kiuralja, de maga a technológia pont azt hozza ki, hogy elvileg biztonságos, és pont a bizalmat erősít. Igen, pont a transzparencia látszódik rajta, ugye, és abszolút nyomon követhető elvileg, hogy melyik user-től kaptad. Ugye itt, ahogy te is mondtad, még gyerekbetegségei vannak ennek a dolognak, tehát ugye nem kell rendes névvel szerepelni ebben a körben például, igen. Tehát így ezt a részét ugye pont a transzparencia ellen működik, de szerintem a kritikusok, akik azt mondják, hogy hát bizonyítania kell még ezeknek a kriptovalutáknak, nem foglalkoznak azzal a kis apró ténnyel, hogy hát ez a nemzetközi piacon azok az ismertebb kriptovaluták, amiknek tényleg van volumenben kereskedése, azok elég komolyan bizonyítanak. Hát rendes, most már nem egy éve vagy másfél éve, de azért rendes kereskedelmi piaca van ezeknek a pénzeknek. Abszolút, és jó stratégiával, amilyen hosszú távú, mondjuk úgy, hogy megőrzéssel játszik, és befektetéssel komoly nyerességeket lehet elérni. Amúgy jó vele játszani, amit egy másikféle tőzsde lenne. Uh-huh. Akkor kezdenek majd bizonyítani, amikor megjelenik a sok kis apró projekt, amiről kiderül, hogy ez blockchain nem működött. Uh-huh. Tehát az országos mentőszolgálat így működik, hogy gyorsabban kimennek az emberek. A diplomámat megkapom 10 perc alatt, nem kell bemennem hozzá, és mindenhol a világon elismerik, nem kell szkennelgetnem. Ja, amúgy blockchain van mögötte. Kiderül, hogy a teljes zacskó, vagy a teljes dobozon meg tudom nézni, hogy melyik farmon, melyik tehén tőgyének termékét iszom, mert nyomon követhető az egész folyamat egészen a tehén tőgyétől az én asztalomig. Egészen pontosan így van, és nagyon jó a példa, mert ott is ugye a bizalmatlanság van, mert ráírják valami kajára, hogy hát ez szuper bio, meg nem tudom mi, és hogy ez biztos innen van, de hát oké, ezt honnan tudjam. De elvileg tudni fogod, és ez számíthat. Általában az ilyen technológiák úgy terjednek el, a kis pilot projektekbe kell megfogni, ahol egy funkció teljesít egy kicsit, és akkor működik. És akkor 2-3 év múlva már bejáratott, és ha sok-sok kis ilyen projekt megjelenik,
akkor ezek elkezdik formálni a szemléletet. Ez nem úgy vannak az ilyen nagy technológiák, jó, akkor holnaptól minden így van, akkor összeomlik, meg nem is kell, nincs erre szükség, a pénz egyelőre jól működik. A tágabb meta probléma az az, hogy a kapitalizmus maga egy bizonyos válságban van, két dolog miatt, az automatizáció miatt, meg azért, mert a fogyasztói társadalom az nem nagyon működik most, ugye, hogyha a fenntarthatósággal összevetjük. Ezt nagyon hosszan tudnám elmesélni, de szerintem értitek. És ez a kettő miatt próbálunk olyan üzleti vagy működő megoldásokat találni, ahol cselekedettekkel fizetünk, vagy bizalommal. És ezt nem a pénz hozza el, hanem például a blockchain technológia. Na, akkor feltesszük az összeesküvés elmélet hívőknek a nagy kérdését, de itt az Endre már pedzegette és poénkodott vele, de hát azért az, hogy nem lesz szükség bankra, meg nem lesz szükség biztosítóra, meg a jegybank felügyelete alól kikerül egy fontos gazdasági értékmérő, jelesül a pénz, mert nem fogják tudni mondjuk kamatemeléssel ennek a, vagy kamatvágással ennek a pénznek a, az árfolyamát mozgatni. Hát itt a mérleg másik serpenyőrében elég nagy és elég fajsúlyos ellenérdekeltek vannak. Ennek ellenére is optimista vagy? Abszolút, egyrészt bankok se voltak mindig. Másrészt nem azt mondtam, hogy most tűnjenek meg a bankok, nagyon szeretem a bankokat, azok a részek, tehát inkább az van, hogy funkciók kerülnek át. Például, hogy az egészségügyet nézzük meg, ott is az van, hogy bejön az üzlet, és azt mondja, hogy ami nekem tetszik és kényelmes, amiben pénz van, kiveszem mondjuk szülőszet, fogászat. Ott mindenki pozitív és sikerélmények vannak. A magánszféra bemegy, egy üzlet kb., akinek mindegy, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy ezen túl fogászkodok. És a strapás ügyek maradjanak az állami egészségügyre, a nagyon betegek, a komoly műtétek, stb. Hát maga az, hogy legyen egy bank, vagy legyen valamiféle állami kontroll a saját szervezete között ugye az országon belül, az meg lesz, de a mindennapi élet apró funkciója, ami egyre több lesz, azok viszont kikerülhetnek. Nyilván az üzlet arra törekszik, hogy a pozitív történeteket vegye ki. Uh-huh. Itt, hogy most az összeesküvés elméletek hívőinek csak azt tudom üzenni, hogy semmi összefüggésben nincs a kettő. Itt pont az a lényeg, hogy nincs mögötte álló hatalom, vagy nincs mögötte, aki koordinálja. Inkább az a lényeg, hogy legyen jó néhány jól működő blockchain projektünk, de most már van. Tehát több száz projekt működik szerte a világban, üzleti szférában, és amik blockchain alapúak, amik keresik egyelőre az ügyüket, a tágabb kiterjesztésüket. A pénz, mint olyan, azt nem kérdőjelezzük meg. Nem, tehát egymás mellett létezhet a két rendszer. Most, ha belegondolunk... De ez nem veszélyes? Mert pont ez jutott eszembe, csak meg akartam várni, még végigmondod, de ha már szóba hoztad, akkor muszáj feltenni a kérdést, hogy párhuzamos gazdaságok fognak létezni egymás mellett? Tehát lesz egy mikrogazdaság, ami blockchain-nel elműködik, mert... Hát de most is így van, András, gondolj bele, egy csomó minden, ezek a kuponok például pont ugyanígy működnek, amik ugye teljesen ilyen miniben ezt az egészet modellezik lényegében egy mondjuk egy üzlet lánc és a vásárlóik között. Abszolút így van, és ha belegondoltak, a teljes okostelefon használat is így működik, uh-huh. Mert miért ingyen kapjuk a szolgáltatásokat, amiket cserébe az adatokat adjuk el. Igen, a figyelmünket, meg az adatainkat, igen. Így van, és ez nem, úgymond nem pénz, nincs pénzcsere, de mégis pénz alapú az egész. És mi van akkor, ha a Facebook meg akar jutalmazni majd, hogy azért mégis többet használ, de már nem használod, akkor majd fizetni fog, és valószínűleg nem dollárba fog fizetni, hanem Facebook coinba, amit ugye már jó régóta fejlesztenek, és akkor majd lesz egy olyan pénz is, amit lehet, hogy úgy jelenik meg majd a felhasználónak, hogy hogyha még egy órát nézegetek videókat, akkor 10% kedvezménnyel fogok vásárolni a Muncsaröcsöge boltba, ami amúgy is a kedvencem. És de ez ilyen értelemben alternatív gazdaság, mert a háttérben dohogni fog egy ilyen kis valami, csak nem érdekel minket, hogy mi dohog a háttérben, de ez fog dohogni. De az nem veszélyes? Egy olyan alternatív... Rád akarja erőltetni minden áron az András, hogy veszélyes, hogy válaszolj neki, hogy de. De most komolyan, most nem... Csak előbb szabadulunk. Le lehet engem itt nyomni. Csak ugye a gazdaságnak a nagy anomáliái, a tulipán hagyma botránytól kezdve a 2008-as subprime hitelválságig, az mind abból fakadt, hogy valahol nem nagyon tudtak szabályozni valamit, és valami túlnőtt, és a saját súlyától összeomlott, mert hogy nem voltak meg a szabályok. Igen, de itt vannak szabályok. Tehát az időre teszed bele,
és vagy a cselekedeteidet, és ugyanígy ez is mozoghat, tehát inflálódhat, mert azt mondom, hogy jó, én akkor megnézek 16 órányi közösségi média videót, és akkor majd lesz 40% kedvezményem, de azt mondják, hogy nem, nagyon jó tettet, hogy végignéztél ennyi, de nem adok egy kedvezményt. Tehát ugyanúgy mozog, tehát attól kell eltekintenünk, hogy a pénz az lényegtelen, a pénz az egy index, ami azt mutatja, hogy én csináltam valamit, és cserébe ezért a világ több pontján mit várhatok el. Ez a pénz. És sokkal bonyolultabb, mert valutaátváltás, infláció, stb., de alapvetően erről szól, hogy én amikor elmegyek egy messzi helyre, akkor a kis színes papírrongyaim felmutatásával igazolom, hogy én valamikor dolgoztam, mint az állat, és most itt tehetek egy finomat. Igen. De ugyanezt hozza a blockchain is. Jó, figyelj, szerintem ez egy olyan sztori, amit legfeljebb most így megakasztunk, és majd egyszer befejezzük ennek a kitárgyalását, de nagyon-nagyon gondolatébresztő volt az egész. Köszönjük szépen, Árpi, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, hogy itt lehettem, mindig szeretek veletek beszélgetni. Sziasztok! Köszönjük, szervusz! Rab Árpáddal, jövőkutatóval beszélgettünk, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével. Blockchain, technológia, kriptovaluták, ez volt a témánk. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Hát köszönjük a figyelmet, nekünk már csak az maradt, hogy elbúcsúzzunk. A nap SMS-ével. A nap SMS-ével. A Nordman fenyő nem Normandiából, hanem a Kaukázusból származik. A tudományos nevét Abies normandiana, a finn zoológus Alexander von Nordmanról kapta. Annyira aranyos a hallgató, köszönjük szépen. Nem tudta, hogy csak egy kicsit hogy van egy rádiós szekálta műsor, Mihálovics Andrást, akinek van egy rádiós műsorvezető Magyarországon, 15 vagy 20 éve, akinek ez... az a gumicicája, hogy megőrül attól, amikor kiírják, hogy normand fenyő a fenyőfárusok, ez 15 éve keresztes háború dúl, hogy az nem normand, hanem nordman, az az északi ember, és kaukázusi jegenye fenyőről van szó, nem normand, vagy nordman, meg nem, mindenféle mutációja van, de örülök neki, hogy van olyan hallgató, aki utána néz ennek, és ő is abba a táborba tartozik, a jó hallgató, amiben én magam. András nevel. Igen. Ugyanennek a hallgatónak üzenem, hogy van egy másik ilyen is, hogy az őz nem a kicsi szarvas. Mert hogy ezt is nagyon sokan így hiszik. De hogy véletlenül valaki azt higgye, hogy András komolyan gondolja, igen, amikor ezen viccelődünk. Jó, nagyon szépen köszönjük, kellemes. Jó volt, találkozunk jó volt? Még jó a volt, héten. Jó volt, veled is jó volt, András. Mikor találkozunk? Csütörtökön, vagy szerdán, vagy mit? Szerdán találkozunk. Szerdán, igen. És igen. Akkor holnap mi lesz? Holnap az Ács Gede lesz. Na tessék, akkor holnap is hallgassátok a Millás reggelit, mégpedig 6.30-tól élőben, addig pedig maradjatok velünk a Facebookon, a millastegeli.hu-n, és hallgassátok meg a podcasteket, vagy a mai adás legszebb pillanatait kivágva, ott a millastegeli.hu oldalon. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel új